Ja, nem nyomtam be a vodot. Ugye a vod nézőknek üzenem, hogy egy Dodge is ment a levesbe. Na ez baj. Négy kocsi maradt. Lancer, menjen az. Gyerekek, lehet, hogy itt így. Ezt mondom, hogy egy vers, és tegnap ez elsőre vagy másodikra megvolt. Aj. Kéne, hogy húzzon. Nem, nem fog meg. Egyszer nem érem utol. Hihetetlen az az autó. Ez a Dodge, ez mióta megy így? Hát ez sosem ment így. Áááá. Köszönjük, Geri! Geri, minden kedves VOD nézőnek kellemes ünnepeket kíván, meg a nem VOD nézőknek is. Gyerünk! Á, nagyon rossz volt a rajt! Szóval nem tudom utolérni a Subarut vele. Ha akarom, ha nem. De a Dodge-ot sem. Nyolc pont, 16. Áj, gyerek. Nem, egyszer nem megy. Nem gyorsul. Ész, nem is tudtam volna, elé megyek, az is ütközés, a mögé megyek, az is ütközés. Ha elengedem a gázt, akkor meg az is, szóval tök mindegy. Akkor meg nem nyerem meg. Tehát ezt a versenyt, a harmadikat nyerni kellett volna. Jó, még egy autókuka. Ez csúnya. Vegyük be a Golfot. Megérkeztünk. Nincs valami customize, amit esetleg már lehet rátenni? Nincs. Egyes meg rajta van mindegyik. Jó, hát... Imádkozzatok! Három kocsi maradt még. Ez nem annyira gáz, mert... Jön egy ilyen, megint egy jobb sorozat, akkor... Jó, az első megvan. Érdekes, hogy a Mitsubishivel egyszerűen ezt a verset szerintem meg se lehet nyelni. Kegyetlenül nem meg. Jó, csak éljük túl. Fontos, nem kell mindent megnyerni, sokkal fontosabb, hogy beérjünk a célba. Jó, akkor a harmadik verseny, ott ugye jönni fog keresztbe egy kocsi, ott ki kell mennünk balra. Nézzük a pontszámokat, 16, 10, 10, 4, jó. Oké, és nem az első helyre megyünk, akkor érjünk be.
Úgyhogy majd bal oldalra kell, ha jól tudom húzódni. Jó, ez jó. Figyeljük ezt a keresztbe érkező kocsit. Kis fék, nem baj, belefér. A remegés, ez pláne rátesz egy lapáttal amúgy. Abba sem vagyok biztos, hogy jó sávban megyek. Ne, basz meg! Hallod? De miért? Mondom, mi történt. Underground 1. Véletlenül benyomtam balra, ráment ugye az építkezésre, nyomtam egy jobbrát, és lendületből kiment kettő sávot. Baszki. Tehát, hogy ez ennyi. Hát, két autóval. Hát, hogy gatya lesz, gyerekek. Túl sok autót buktunk el. Nem tudom. Mármint melyik, mire gondolsz pontosan? Ez meg lassú. Faszak. Istenem, gyorsuljál már. Ez már mindegy. Már jobb nem lesz. Ja, izére azt a vibrálódás, remegést? Ja, bocsánat, nem félreolvastam. Nem, szerintem nem. Nem, az a legidegesítőbb benne, hogy 140-es a monitorom. És egy kicsit zavaró rajta. Mert amúgy ilyen kis monitoron nem biztos annyira gáz lenne. Menjél, húzzál szépen. Azt nem tudom, hogy melyik sáva jó. Jó, kettő megvan. Igen, hallottam róla, hogy jönnek. Azok jók lesznek, próbáltam őket, mentem már velük, Matyi. Azok jó autók. A kinézetre zseniálisak. A Lamborghini ez nagyon szép. Nagyon elbasztam. Nem baj. Ez mi volt? Hát nem nyomtam semmit. Miért rántotta ki? Nem, ez horror, gyerekek, ez a verseny. Ez tényleg, ez... Utolsó kocsi. Most kell izgulni. Hát nem, akkor mai live az ennyi volt. Imádkozzatok. Húha. Tehát a tempó jó. A tempó az jó. Egyszerűen nem tudok, egyszerűen jobban, nem gyorsul jobban. Nem, második hely, mindegy, nem baj. Az eredeti Underground, de csak van egy olyan challenge, amit úgy hívnak, hogy Nuzlocke. Ez azt jelenti, hogy ha bukod a versenyt, bukod a kocsid.
És ezt hard módban van, most ez a legnehezebb, ami létezik, az összes közül. Ultra Nuzlocke-nak hívják, és egy autónak egy élete van. Ez a lényege. Ez még egyébként egy pont egy könnyebbik verseny. Azért nem tudom megelőzni. Van a lejtő. Ennyil? Nem, nem, második el. Mindegy, még mindig jobb, mint összetörni. 16-12. Hát most az van, hogy akkor most már nem lehet elrendsétlenkedni, most nyomni kell. Ez a sáv nekem? Ó, valaki össze. A Subaru tört össze. Van itt ilyen lehetőség, hogy ebben a sávba menjek? Van. Jó. Hát úgy, hogy letöltöm a TikTok Live Studiót, meg a Stream Labs OBS-t, ezt streamelek. Utolsó. Értem, értem. Halk is lejjebb egy kicsit, Doki. Halk is lejjebb. Egy picikét halk is lejjebb. Na, gyerünk, 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 gyerünk. Fordul elém? Nem. Gyerekek, 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 gyerekek. Túléltük? Jó, megvan. Hát, nincs több kocsim. Hogy... Utolsó autónk. Gondolom, nagyobb tuning nincsen. Hát, figyeltek. Akkor szerintem indüljön egyből a drag, mert vagy menjünk egy sprintet, hát, hogyha kapunk még egy autót. Szerintem nem fogok újat kapni, de menjen a sprint. Na, meglátjuk. Nem tudom. Ez egy zseniális kérdés. Á, gyerekek, ez para. Szerintem nem. Én ahogy nézem itt az OBS-ben, nem. Nem rossz. Tudok rajta egy picit halkítani, hogyha az segítség, de... Az a gáz, hogy ezek a sarkallatos pontok, ezek olyanok a játékban, hogy ennél még lesz rosszabb. Tehát, hogy tegnap ugyanígy buktam a kocsikat sorba egy dragversenyen, hát az kegyetlen. Na ez sajnos ilyen, nem tudok vele mit csinálni. Rohadtul könnyű hív, ez egy négy dragverseny egymás után, ez horror. Hát, hogyha ezen végig megyek, akkor talán nem tudom, hogy old-e fel autót, mihez köti, mert szerintem nem tournamenthez, és hogyha esetleg akkor lenne két életem, de egy élettel, ezt a következő draget túl kéne élni valahogy, de hát nem tudom. Ezek a gyorsulási versenyek, ez pokol, ez konkrétan pokol.
Ez is jól fordul. Jó, hát az easy. Ez meg lesz. Pedig mennyire úgy tűnt egyébként, hogy megleszünk, és hogy az első, az elején amennyire jól ment, zseni. Tehát nagyon szépen elindultunk, jó volt az egész koncepció, és ez az egy verseny így lepusztít az ötletet. Tehát 5 autót vett el kb. Úgyhogy ez így, ja, ez van. Jó, megvan. Racemap, drag, és... De kaptunk egy új autót, nem tudom mi az. Az a lényeg, hogy van egy új autó, szóval két lehetőségem van, de nem kéne kétszer próbálkozni, egyszer meg kell lennie. Gyerünk! Lesz még keresztbe kocsi? Remélem. Várjál, itt erre kell menni. Ide ki. Ne már! Azaz! Ott repül fent a Honda Civic. Megvan. Igen, a Subaru is most jön. Jó. Szép volt. Köszönjük a vonatnak a közreműködést, ez most nagyon kellett. Ezért ez... Gyerekek, az a vonat kiúzott minket most igencsak a szarból. Igen, a Marvel kapta. Pedig én úgy éreztem, hogy ott meg lesz neki a vonat előtt. Minden lenne szép visszahozni. Na, menjünk szépen. Én egyébként elkönyveltem, hogy ott a gyorsulásnál végzünk ma, úgyhogy ez egy tök jó, hogy túléltük. Nem baj, mert jön mindjárt még egy ilyen gyorsulási verseny, ne aggódjatok. A 27-nél lesz egy, ha addig eljutok, és az pokol. Hát mondom, ott az egy verseny, és nem tudtam végigmenni azon az egy darab versenyen. Talán 6-szor. De azt még nem tudtam megnyerni sem. Hát az a baj, hogy többször baszik be elém a játék keresztbe autókat. Szóval... Ez a MÁV most nem késett. Túl-túl korán is jött. Akkor késett volna, hogyha nem ér oda a Civichez. De tényleg ez most nagyon-nagyon nagy makker volt, hogy ezt a vonat elvitte. Úgy. Nem lenne egyébként most baj, hogyha megint feltöltődnénk autókkal, mert a helyzet az tragédia autó szempontjából, mert most van összesen 9 autó, abból 7-et elbuktam, és a játék elején vagyunk tulajdonképpen, 20 versenyt csináltunk meg. Szóval nem jó a helyzet, de... Ez a hátsó szárny, most nézem. Jó gagyi. Vagy nem tudom. Érdekes. A lényeg most csak az, hogy szépen lépkedjünk előre versenyről versenyre, és ne bukjunk. Ennyi. Jó, ez is megvan. Race map,
Lap knockout mehet. 24. verseny. De mindjárt ott vagyunk, ahol tegnap elvéreztünk amúgy. Ez a 24. verseny volt, és ott teljesen vége volt a történetnek. Tuningolni tuningoltuk, persze. De az fel van tuningolva maxi a kocsi. Tuningolni lehet, azzal nincsen gond. A Subaru egyébként meg pont nem lesz jó dragra. Ja, igen, gyors másra. Mert kidobja a seggét, mikor indul. Nem tud normálisan elindulni. Legalábbis a 27. versenynél, amink van tuningot, már nem az igazi. Szerintem megint tournament jön ezután, és akkor utána a következő szekcióban lesz ez a drag. Ugye úgy van, hogy 24. verseny van most, de 25, és utána, igazából utána jön. Meglátjuk, nem tudom. Ezt tudja, hogy megnyerem. Ez, és ha nem csal a játék, nem baszik be velem egy ilyen rubber bendingessel, mint ami most jön, akkor meg vagyunk. Próbáljuk meg ezt a levágást, mert ő is ki fogja használni, és kéne az az idő. Fék, nagy fék, mehetünk. És nem, erre nem vágja le a játék, beszarsz. De ha nem vágom le, akkor tudja levágja. Mindig ezt csinálja. Ha mindenhonnan jönnek a forgalom. Nem. Gyorsulásra, a golf volt nagyon jó? Most kipróbáltam az összeset. A golf volt szerintem a legjobb. Azt hiszem úgy emlékszem. Nem tudom, valamelyik lehagyta őket. Azt hiszem a golffal mentünk. Az zseniálisan ment. Van iszonyat gyorsult. Nem volt ott a Civic se, de szerintem nem volt ott a top 2-3-ba. Peugeot 206 is sokkal jobban gyorsult, azt hiszem. Mondom, most mindegyik autót kipróbáltuk kb. A Lancer nagyon nem volt jó, azt hiszem, az volt az egyik, meg a Dodge Neon, ez a kettő nem voltak jók. És vezetés szempontjából eddig a Peugeot 206 a legjobb. Az durva volt. Az nagyon betegül fordul. Na jó, van skacok, figyeljetek. Centra, SER, na, van még egy autónk. Így kell. Racemap, drift, oké. Okay. Akkor viszont majd most jön ez a gyorsulási verseny. Hát ezt a driftet túl kell élni. Dehogy is, úristen, századjára? Nem tudom, nagyon sokat jár. Nem tudom, borzasztó sokat jára. Ez lehet, a Nuzlocke Challenge, amit én csinálok, ez nem az eredeti játék, mert az eredeti csak a legnehezebb. Én az Underground 2-t tudom, azt már több mint 20-szor kivittem. Azt nagyon sokszor. Már bőven több. Már sem tudnám számolni szerintem. Gyerünk. Még egymás után 5-ször se lehet rossz. Játsz ki ezzel a challenge-e. Ez kicsit nehéz. Nem kicsit nehéz. Csak ha megcsinálod, akkor csinálj róla azért egy videót, mert szerintem Magyarországon még nem sikerült senkinek.
még erre kéne durrantani. Ez viszont Driftre nem az igazi. Független, hogy első kerekes, mert ebben nem sokat számít, de... Azaz. És ugyanúgy, Matyi, ilyen százas tempónál? Hát, nem tudom. Én már nem tudom eldönteni, mert... A sztorit nézem, akkor a The Run. Ha... Gyerekkori élményeimet, akkor Underground 2, Kuning szempontjából. Imádom a Shifter-ket is, Shifter-Shift 2-t, Prostit is szerintem parádé. Nem tudom. Nehéz választani. Hát, ha megcsinálod azt, amit nekem most megy, azt mindenképp felraknám a YouTube-ra, mert nem sokan csinálták meg a világon eddig. Jó, megvan ez is. Jó, és akkor Time Trial, utána jön, igen, akkor ezután fog jönni, gyerekek, a drag. 2.24, ott buktuk el tanap a játékot. 2.24, jó, legyen meg. Undercover az borzadály, ezt nem szeretem. Jó, nem, ez az új, ez az új update-es, amivel játszottam, az nem volt rossz. Ezt ötször... De nem úgy, ahogy én most. Úgy mondom, úgy játsz ki, ahogy én most, ha bármelyik versenyt elbukom, a játék automatikusan törli az automat, és választanom kell egy ügyet, és soha többet nem mehetek vele. Bal oldalt alul látod a sarokban, ott írja, hogy egy élet, egy autó, és még három autón van, és hard, csak hardba mehetsz. Ez a kocsi 13 perce van nálam. De egy előző drag kinyílt a 6 kocsimat. A 4-es törnömentes drag, az pokol, az pokol az a pálya. Legközelebb már tudom azt, hogy a golffal, hát Peugeot-val is lehet menni, de hogy mivel nem megyünk, azt tudjuk, tehát Lancerrel, Dodge Neonnal nem lehet menni, mert az gatya. Az nagyon nem. Úgyhogy 2.24 gyereke kitett, hiba van, ment a Civic a levesbe. Itt figyeljünk oda. Hozzá megállaladtam a kocsi. Nem fog átrepülni. Elővettem a komoly nézetet, mert ebből bajok lesznek még. Ó, jaj! Mondjatok egy imát az autómért. Jó pályalevágást bejátsszuk. Óvatosan, óvatosan, óvatosan. Nagy fék. Nitro. Elfogytak a zenék, skacok, elfogytak a zenék. Itt kezdődnek a bajok. Gyerünk. Le kell érni. Nem megy gyorsan, egyszer lassú a kocsi. Kanyarodásban sem az igazi. A Peugeot-hoz képest nagyon rosszul fordul. Annyira nem tragédia, de első kerékhajtás miatt azért behúzza magát. Szerintem megleszünk, van még azért idő ott, ahogy én elnézem. Igen, talán a pitba szóltam bele abba az oszlopba, és még úgyis ugye meglett. Jó, ez meg lesz. Szép. 14 másodperc már csak nem baszik ki velem. Jó. Igazából nem kell hozzá ez a mód, hogy játszas PS. Tehát na, a PS-en akarsz játszani, ugyanúgy kijátszhatod, csak amikor nincs meg, akkor az autódat törlöd. Tehát azért szokták fölvenni, mert hogyha úgy van, hogy nem nincs meg, akkor kilépsz és törlöd. Ennyi. Nincs Xbox One-ra. Hát igen. Bocsánat, nincs, ha vezetsz, a játék tördi a mentést, ha vesztesz. Hát igazából ezt csináltam az Underground 2-ben, amikor azt a challenge-emet csináltam, hogy egy... Hát, nagyon az ecu. Amikor többet ad. Amikor azt csináltuk, hogy egy... Ha egyszer kikapok, akkor vége a játéknak. Tehát tulajdonképpen én töröltem a mentést. Jó, figyeljetek, hát ez volt az a híres drag. Menjünk. Anyai, még megnézem, hogy hátha van rá valami tuning, de... Nincs, nem lesz semmi. Úgyhogy ez...
ennyi. Itt buktam egy nap az összes autómat. Hogy imádkozzatok, skacok. Kíváncsi leszek. Ez nagyon rossz. Ez a verseny, ez nagyon rossz. Lássuk, ez meg már így nem is jó. Oké. Mindenki szarrá törte magát? Nem baszol ki velem, nem baszol ki velem. És megáll, megáll, megáll! Erről beszéltem, gyerekek, a faszom a visszaváltás. Áj! Szép lett volna. Majdnem megmentettem a helyzetet. De nem. Na, skacok, mit szóltok ehhez? Civic kuka. Ja. Kár érte, jó katona volt. Á, nem tudom meg. Én ezt választom. A Subaru nem indul jól. Aztán meglátjuk. Nincsen golf, már rég elbuktam. Ez a két autóm van. Úgyhogy ennyi maradt. Ennyi maradt, skacok. Subarum van, meg egy Nissanom. Kész. Aztán nem megy, akkor vége a játék. De rosszul váltottam be. De nem fognak tudni felhúzni. Nem akartok összetörni véletlenül? Te meg toljál meg, persze, még az nem lenne rossz, de... De megint az meg, ezt nem hiszem el, ez a verseny, annyira ótvar, undorító verseny, meg... Ez a fogyatékos, aki megáll keresztbe az úton, ezt miért csinálja? Folyamatosan izzúztam szét az összes kocsimat. Ma is mind a kétszer azt baszom, megáll rohadtul keresztbe az úton. És most megpróbáltam balról, ott is megáll. Egyébként Gabennel mi újságban rég nem láttam. Néha szokott lenni a live-okon amúgy. Ja, tök mindegy. Ezt túlélem. De azonban jönnek még dragok. Túl sok autót buktunk el, szóval ez most már veszed fejsze. Hát, de megelőz. Oké. Nem szopadsz be, nem szopadsz be. Esküszöm, bazd meg, befékezek. Hol a cél? Hol a cél? Túléltük! Tehát... Magyarok állnak meg az út közepén. Én nem tudom, de... Na jó, egyel tovább mentünk, mint tegnap. Úgyhogy, de hát ez még itt, vegyük a driftel, hát hogyha, ez most már innentől, az a baj, már annyi autót elbuktam, tehát most, nem tudom, egy kocsim van. Elég szépen driftem, majdnem mondtam, hogy nem olyan jó, de... Íh... Beleférhetett volna még a kis koccanás. Nem az igaz, olyan kicsit furán mozog az autó. Hát az összkerékhajtás miatt, de... Ebből fal lesz. Jó, nem megúsztuk. Mindegy, csak pörögjön. Adja a pontokat, az sok. Nem baj, 5000 plusz, fordulunk vissza. Nem számít. Túlélésre játszunk, nem a szépségre.
13 ezer. Inkább álljak meg vele így, csak adjon sok pontot, mint az, hogy esetlegesen mondjuk elbukom. Hát nem igazán akarja. Mondjuk ez drift volt, erre adhatott volna pontot. Próbálok rámenni a feljegységre, mert ugye az adja a sokat, de... Nem eleget. Íj, ez is fal. 57 ezer pont. Még bőven több kell. Nagy fék. Így is van. Nem, az orral neki megyek. Jól van. Hát figyelj, nem baj, nem kell nézni, annyira egyszerű. Hát ezt megoldom, könnyen görges tovább. Az a baj, hogy én a biztonságra játszom, nem arra, hogy megpróbáljak szépen végigmenni, mert nekem most ez pont nem érdekem, hogy szép legyen. Nem driftel jól amúgy. Egyáltalán nem driftel jól. Lényeg a család, mint hogy... Igen, így van. Mindegy, hogy egy méterrel nyersz, vagy egy mérfölddel, ha nyersz, nyersz. Ez így van. Én is úgy gondolom egyébként. Jó, szép, megvan. Amit nekem sokkal fontosabb az, hogy megadjam a pontot mindenképp, és jussak túl a versenyen, mert nincs több autóm jelenleg, és ha kikapok, az jobban fog fájni, mint hogy szépen megyek. Nem tudsz vezetni, ezért ne haragudjál. Figyeljetek, gyerekek, a világon először Magyarországon ezt a challenge-et én próbálom megcsinálni. Én mindig el szoktam mondani a nagyszájúaknak, nem zavar, nyugodtan próbáljátok meg. Ha sikerült, tegyétek fel a YouTube-ra is, majd szóljatok. A jelenleg körülbelül én szerintem csoda, ha 5-en vagy 10-en megcsinálták ezt, úgyhogy bejöttök okoskodni, engem nem zavar, csak legalább tudnátok, hogy miről beszéltek. De ez nem az én problémám egyébként, titeket minősít, nem baj, csak gondoltam, szólok. Na, sprint mehet. Amúgy szerintem nagyon rossz, 9 után 10. évfeleten jó lett, mi? De ne, ezt nem csináltad meg! Joel, ezt, amit most csinálok, ezt a Nuzlocke-ot biztos, hogy nem. Az a lényeg, gyerekek, hogyha kikapok, a játék elveszi a kocsimat is. Amennyi autóm van, annyival tudok menni. Jelenleg nincs több autó. Tehát, hogyha mondjuk most én nem nyerek, akkor bukom az autómat véglegesen, tehát nincs több kocsi, és vége a játéknak, és restart az egész játék előről. És ugye az Ultra Nuzlocke a legnehezebb, az azt jelenti, hogy ugye hard módban van a játék. 206 nagyon jó volt, ameddig nem buktam el egy gyorsulási versenyen. Addig nagyon jó volt. Nekem is tetszett. Ez a Subaru mondjuk kifejezetten nem tetszik amúgy. Nem azt mondom, hogy rossz, de olyan furán viselkedik, hanem az összkerékhajtás miatt érdekes a mozgása. Azt nézem, hogy itt nagyon a seggembe van. Ezt a challenge-et ezzel a móddal biztos, hogy nem csináltam még meg senki szerintem Magyarországon. Külföldi streamerről tudok, de nem tudom, hogy neki sikerült-e már. Azt tudom, hogy ő nagyon sokat próbálkozott, de most is próbálta, de hogy sikerült-e, azt nem tudom. Szerintem még neki nem. Hogy neki sem. Hát remélem. Szerintem annyi autót buktunk, gyerekek, hogy ezért ez most már nagyon para lesz, hogy meg lesz. Az biztos, hogy tovább jutottunk, mint tegnap, szóval azt le a kalappal. Jó. Még a nitróm is megvan.
más irány lett volna a jobb irány. De már itt a célba beérünk. Nem tudom, mikor kapok újabb autót, bármikor adhat egyébként. Vezettem élőbe ilyet egyébként, nagyon rossz. Nagyon rossz, jó. Járik Streetről mi a véleménye? Telefonon? Van YouTube bemutató videómról, nézzétek meg. Szerintem jó játék egyébként. Nem rossz. De az új Need for Speed jobb lesz egyébként, szerintem telóra azt is nyomtam már. Minima viszont ebben a legjobb szerintem, hogy nem a sarokban van len, így az úton marad jobban. Hát nem tudom. Én nekem az Underground 2-es minimappal sem volt bajom. Én mindig nem tudom ezeket kettesre felhúzni. Ó, öcsém. Akkor az marad. Jó, akkor rész. Tournament. Na jó, mondjuk legalább ez egy kicsit egyszerűbb. Én nincs újabb autónk. Ez a baj, nincs sok kocsi. Tehát 30 versenyi túl sok. Arányait tekintve sokat buktam most autót. Kíváncsi lennék a Supra ebben a részben, mennyire jó. Kettőben, a Land Rover 2-ben a Supra a leglassabb autó. Az. És kanyarba sem jó. Tehát, hogy talán már egy fokkal jobb, ott nem a... Ott a legrosszabb pályaversenyre a Lexus, de végsebességre a Supra a legutolsó helyen van. Forduljál már be, bazeg! Haver, ha megyünk, akkor menjünk. Két kör, azt egyből így. Húzzuk már vissza a zenét, mert azért így eléggé izé... Gatya. Kicsit kényelmesebb volt muzsikával. Supra jól néz ki, de ebben a játék... Régen, amikor én gyerek voltam, a Supra még nem volt más, mint egy japán tuning autó. Mint az NSX, vagy... társai, és messze nem volt kiemelkedő. Ez a mai korszak kapta így fel a Suprát, mert a japánok túltervezték a motorját, aminek egyszerűen csak annyi volt az oka, hogy nem volt jó a gyártás technológiájuk, és inkább elnagyoltak mindent, és biztosra mentek. Tehát a japánoknak soha nem volt a Suprával olyan céljuk, hogy a világ legjobb tuning autóját akarták volna megépíteni, hát így alakult. Hát azért én láttam Suprákat, aminek ilyen 2000 lóerős volt, az pörgették a motort, az szétszakadt, tehát hogy azért 2000 lóerővel már ne akarjál vele nagyon racsézni, mert sokáig pörgeted, úgy szerintem szétrobban a motorja. Tehát bírja egy darabig, de nem bír azért akkor, tehát olyan hosszú távú teljesítménnyel, egy nagy teljesítménnyel hosszú távú verseny nem bír neki. Bemennél vele egy 20 körös Forma 1-es pályára, garantálom, szerinte az meg, ne már, ne! Na ez baj, gyerekek. Garantálom, hogy szerintem nem maradna alattad kocsi, szerintem. Hát igen, meg a halálos iramban rátette egy lapáttal arra a kocsira, igen. Tehát ez van. Tehát alapból mondom, régen... Nem, igazából figyeljetek, köszönöm az ajándékot, most nézem. Figyeljetek egyébként, lehet, hogy itt a vége a játéknak. Csak ez tournament, szóval még vissza lehet hozni. Volt egy, mondom, tegnap a kedvenc kommentem a YouTube-on, én nem tudom ki írta, hogy az az ember, vagy az a cég tervez jó aerodinamikát a kocsira, szárnyakat, mindent, például lássátok a Aston Martin melyik McLaren Sennát, bocsánat, pont az a videó volt, hogy azért foglalkoztak az aerodinamikával annyira, hogy jó legyen, mert nem tudtak elég erős motort csinálni. Vannak érdekes gondolkozású emberek, nem tudom. Ezen lóerő Suprával szerintem egy átlag ember 3 perc alatt szerintem egy oszlopon köt neki.
az az autó szerintem vezethetetlen lenne úgy, tehát hogy nem tudnál vele három kanyart megtenni. Három kanyar után valahol ott kötni, egy oszlopon kötnél ki vele, vagy nem tudom. És hiába vagy jó sofőr, tök mindegy. Tehát egyszerűen nem tudnál vele elinni. Leesne egy ilyen hó, mint most, megpróbálnál vele elmenni A-ból B-be, hát szerintem sehova nem tudnál vele elmenni. Bazd meg. Én kilököm, aztán én szívom meg. De a gyorsulási szuprák például, amiből van ugye neten 3000 lóerős, meg egy amerikai V8-as van. Nem is a túl GZ motor, hát ezt kivették belőle. Íbasz, állj gyerekek, nem lesz ez így jó, meg kéne valahogy menteni ezt a versenyt. Oké, hogy második vagyok, de húha. Kacok, hát akkor lehet, hogy ma itt lesz a vége. 2003-as Seat Toledo-n van, 1.6. 105 lóerő, a 10 éve az van. 9 igazából. Most ez 10 idén, hogy megvan. Én szeretem. Majd egyszer le lesz cserélve lehet, hogyha úgy állok anyagilag, de most biztos, hogy nem foglalkoznék vele. Megmondom, igazából minden megcsinál. Jó benne, jól szól benne a zene. Gyorsul is úgy, ahogy kell legalábbis. Jó, mehetne jobban, nem arról van szó, de világból kivisz amúgy. Tehát legalábbis ez meg, menjél. Én nem panaszkodom. Fogyasztása is jó. Nem, azt majd befejezem még. Hát most haver, figyelj, mi az, hogy nagyon gyorsulhat? Nem kell visszaváltanom az autópályán, hogyha előzni akarok, de ez nem arra való ez a kocsi. Hát figyelj. 5-be, 100-nál úgy, ha akarok, tudok előzni visszaváltás nélkül. Most nem tudom, hogy mit szeretnél, hogy milyen legyen. Most nem tudom. Én nekem ez elég. Tehát, hogy ha versenyezni akarok, akkor elmegyek gokártozni, vagy befizetem magamat egy élményvezetésre, meg nem tudnék fenntartani egy olyan autót, ami mondjuk 150 lóerős, vagy 200 lóerős, és most jelen élethelyzetemben nekem ez így elég, szóval nem tudom, hogy... Nem tudom, tehát hogy... Nem azt mondtam, hogy... Mindegy. Gyerekek, amit én mondok, az összekeveritek a szezont a fazonnal. Én azt mondtam, hogy nekem megfelelő a gyorsulásra, a hétköznapi vezetésre. Tehát, hogy én nem azt mondtam, hogy úgy megy, hogy elmegyek vele versenyezni az utcán, baszok. Hát, hogyha hülye vagy, akkor rossz live-on vagy, bazd meg, mert erre nem tudok mit mondani. Tehát, hogy ilyen idiótákkal nem tudok leállni beszélgetni. Tehát akkor menjél a 3500 lóerős Audiddal, gyorsulgassál, én tök meg vagyok a saját autómmal elégedve, elvisz kevés fogyasztással, klímával, A-ból B-be, van benne 8 hangszóró, szépen szól benne a zene, imádom, és nekem elég az, hogy tudok vele közlekedni, és nem eszi le a gatyámat. Tehát, hogy most én értem, hogy jó egy 800 lóerős autó, de mit csináljak vele a városba Budapesten, mondd már meg, de hogy őszintén. Tehát, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Tehát, hogy másik fele meg örülök, ha igen, hogyha ezt fent tudom úgy tartani, hogy rendben van, nem rozsdás, semmi baja, és így nem tudom, tehát szóval nekem ez így most jelenleg úgy érzem, hogy elég. Örülnék egy hobbi autónak, de hétköznapra nekem biztos, hogy nem kéne erősebb. Nem tudnék vele mit csinálni. Ez a baj, skacok. Ez most gáz, második kör. Nem tudom őket megfogni. Ott meg lehetett volna, nem akadok bele a textúrába. Hát ez már innentől nem lesz meg. Ha csak nem ütköznek, vagy valami nem történik, legalább az egyikkel. Nem gyorsul. Tehát, hogy... Nem, ez már nem lesz meg. Ó, gyerek. Bizár dolog. Figyelj már, Banderas! Egy kérdésem, hagyd legyen, neked van ilyen kocsid?
Ugye, egy kérdésem majd, hogy neked van ilyen kocsid? 313 lóerős autód van. Megnyertem. Nem, buktam. Igen. És akkor így néz ki ez az event, fel van sorolva az összes kocsi. Most figyelj, most őszintén, téged miért zavar az, hogy valakinek nincsen 313 lóerős autója, 105 lóerős autón van, hogy ne hazudjak, és jól érzem magamat vele, tehát hogy miért, és tudod, hogy mi volt a célom, mikor autót választottam? Elmondom neked. Apámnak volt egy régi Suzuki Swiftje, 2005-ös, már az újabb, és 100-nál már nem húzott, és nekem annyi volt a célom, hogy amikor 100-nál rálépek a gázra, akkor elinduljon, menjen, ne kelljen visszaváltani, cserébe az én autóm például, hogyha el akarok indulni padlógázzal, szinte nem lehet kipörgetni a kerekét, mert annyira alul gyenge, és én meg vagyok vele. Én nekem, amit én szerettem volna, az nekem tudja, nekem felül húz és ennyi. Figyeljetek, nem, most őszintén váltok. Hogy a 313 lóerő, az annak nem sok, aki keres mondjuk havonta 6-700 ezret, van egy lakása és belefér, de hogy érted? Most nem ez a lényeg, csak nekem csak az a bajom, hogy én azért nem vagyok ennek a híve egyébként, hogy 350, meg mit tudom én, meg ilyen autó, meg olyan autó, mert mondjuk, érted, ott van mondjuk Banderas, akinek lehet, hogy anyuci, apuci megvette ezt a kocsit, vagy olyan munkahelye van, vagy tanult, mondjuk ha tanult ember lenne, akkor nem jönne ide vagizni, mert egy tanult, értelmes ember ilyet nem csinál. Tehát tegyük fel, hogy mondjuk elment, van egy jó munkahelye, összeszedte rá a pénzt, de az, akkor sem gondolom, hogy érdemes beleállni másokba, és ez jobb a tegnapi statisztikához képest, Geri. Tehát, hogy nem biztos, hogy érdemes beleállni, hogy érted. Tehát, hogy én nem vagyok irigy. Tehát, hogy nincs miért. Nem vagyok irigy, mert én úgy gondolom, hogy az enyém jó, és én meg vagyok vele elégedve. Azért van meg 10 éve. Tehát, hogy én nekem ez így megfelel, szóval... Sőt, remélem, hogy a következő 5 évben itt lesz nálam, mert nem is adnám el. Úgyhogy... De mondom, hogyha... Nem... Én is így vagyok vele. Nekem jobban megéri, hogy 10 éve teszi a dolgát. Na jó van, gyerekek, ne menjünk ebbe bele, mert mondom, szerintem ennél értelmesebbek vagyunk. De abból is úgy gondolom, hogy aki... Most figyelj, most ez olyan dolog, most figyelj, most itt van mellettem ez a számítógép, és többet ér, mint az autó, úgy kétszer. Most kezdjek el menőzni, hogy jaj, de komoly a számítógépem. Nem csinálom, mert miért tenném, szóval, hogy én úgy gondolom, hogy aki menőzik az utcaival, az alapból egy ilyen, vagy nem tudom, szóval, hogy nem tudom, hogy mi értelme van. Tehát, hogy mire jó ez? Nem tudom, ettől jobban érzi valaki magát, hogy be tud szólni a másiknak, hogy mondta, hogy inkább kocsit vennél, te ebből élek, baszod. Ebből élek, vágod? Tehát, hogy nem értem. Tehát, hogyha ez hozza a pénzt, Angét már késő. De most komolyan bazd meg. De jó van, gyerekek, figyeljetek, én úgy gondolom, hogy ennél érettebb vagyok, úgyhogy én azt javaslom, hogy valami olyan TikTok live-on próbáljatok meg így egymással arcoskodni, ahol ez menő. Ez nem az a live amúgy. Úgyhogy egyetek jók, 27-én találkozunk legközelebb, inkább a Twitch-re gyertek, ácskacok, mert ott nincsenek ilyen idióták, ott tök jó megy, tök jó a live. Úgyhogy ott a TikTok az, ami ilyen aberdált
közösségből áll sajnos néha. Köszönöm a normálisaknak, hogy ti azok vagytok. Most videót keresek. Kit érdekel? De gyerekek, figyeljetek már. Nem érdekel, hogy ki mennyit keres, meg kinek milyen autója van. Örülök, hogy mindenkinek jobb, mint a másiknak. Örülök, hogy mindenki jobban keres, mint a másik. Annak is örülök, hogy mindenki nálam is többet keres, nálam is jobban keres, és nálam is jobb autója van. Most elmehettek aludni nyugodtan. Én nekem jó ott legalul az utolsó helyen, nem versenyzek. Mert autós játékokat streamelek, nem csak 20 évesen játszok, hanem ezzel is, meg mással is. De nem hiszem, hogy nekem magyarázkodnom kell. Persze, hogy megpróbálom még, aha. Mindenkinek boldog karácsonyt. Egyetek jók, igen, egyetek sok beiglit, meg mindent, amit szeretnétek. Úgyhogy 27-e, én úgy számolom, jó? Valahogy úgy számolom, hogy 27-én találkozunk megint. Elvileg igen, holnap karácsony, utána egyik család, utána másik család, úgyhogy elvileg 120 FPS-sel fut az új NFS 4K-ba, nyugodjál meg, nincs vele baj. Remélem ettől boldogabb a karácsonyod. Nyugodj meg, jó? Megy, ne aggódjál. Na, jó van, gyerekek. Gyertek jók, kellemes ünnepeket mindenkinek, szervusztok, sziasztok, pacsi mindenkinek. Na, most ugye a TikTokot lelőttük, kedves Twitch nézőknek is üzenem, hogy jók legyetek, ne legyetek olyanok, mint a TikTokosok, mert agybetegség van, több csak itt ne. Mindegy, szóval, ja, mindegy, holnap videók lesznek, vagyis igyekszem legalábbis videókat felrakni nektek folyamatosan. Hú, bazzak, ennyi idő volt, hát ami a TikTokon volt most, ez kemény volt. Megyek Discordra, nem megyek Seven Days-ezni éviekkel, de még valami karácsonyfát kéne díszítenem, vagy mi van. Mindegy, bemegyek DC-re, na, majd akkor majd dumálunk, mondom, pár nap, 3-4 nap, 27 este nyomjuk. Na cső mindenkinek, szervusztok, sziasztok, DC-n csevegőbe addig írjatok, ott megtaláltok. Na csám!